Sziasztok, itt Clashy Jomác, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. És ez egy ilyen kis beszélgetős videócska lenne, szóval nem lesz Clash Royale, sajnálom, de lesz szó a Clash Royale-ról, nem is keveset, ugyanis a csatorna jövőjéről fogok beszélni, és arról, hogy milyen döntést hoztam igazából a csatornával a kapcsolatban, nem vagyok abban nyugi, csak változások lesznek. Méghozzá azért viszonylag radikális változások, ugyanis azt vettem észre, hogy mostanában nem megy annyira a Clash Royale, ugye ezt gondolom ti is látjátok, ezért a csatornám sem megy annyira, mint régebben, amikor a Clash Royale nagyon ment. No de, nem hagyom abba a Clash Royale-t, nyugi, megnyugtok mindenkit, viszont kicsit visszaveszünk belőle. Tehát ugye most normál esetben heti 7 videót láthatok, azaz a 7 minden napján, viszont ez változni fog. Ez nem így lesz. Hetente 5 videó lesz, és ebből egy Clash of Clans lesz mindenféleképpen. Ezt betartom, szóval egy Clash of Clans, 4 Clash Royale, normál esetben természetesen, hogyha tudok videót csinálni mindig, és mindig úgy jönnek össze a dolgok. Ez lehet több, ha valami olyan dolog van, amiről azonnal muszáj videót csinálnom, és akkor változhatnak a dolgok, vagy kevesebb, ha nem úgy jönnek össze a dolgok természetesen. De ezt szeretném tartani, viszont ugye ez 2 videóval kevesebb. Viszont én nem benném el tőletek ezt a 2 videót, csak másképpen adnám át nektek. Szóval ez a maradék 2 videó, ez a másik csatornán fog felkerülni. Tehát marad a heti 7 videó, viszont a fő csatornán 5, ebből 4 Clash Royale. Szóval ebből 5, ebből 4 Clash Royale, 1 Clash of Clans, és 2 a másik csatornámra lenne, ahol igazából bármit csinálok, ami nem Clash of Clans és Clash Royale. Úgyhogy igazából várok ötleteket is, hogy ti mit szeretnétek ott látni. Mindenféleképpen lesz PUBG Mobile, Fortnite Mobile, lehet egy PUBG, Rainbow Six, akármi, Brawl Stars mindenféleképpen lesz, azt megígértem, meg bármi, amit szeretnétek, nyugodtan írjátok le itt kommentekben, hogy mit szeretnétek látni, és hogy milyennek tartjátok ezt a döntést, mert muszáj volt ezt meghoznom szerintem, mert a másik csatornámban szerintem óriási potenciál van, viszont azt nem tudom sajnos megcsinálni, hogy heti 7 videót a fő csatornára, és még amellett videót, meg még streamelek is amúgy egyébként a Twitch-en. Szóval, hát igen, ez azért így nem annyira fél bele, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt a döntést hozom meg, ezen már egy ideje gondolkozom, és lesznek fix dolgok, tehát hogy ez a heti 5 videó, ez fix napon lesz, a Clash of Clans azt nem akarom fix napra rakni, azt nem tudom mennyire fogom tudni betartani, de elmondom, hogy mi lesz a fix. Szóval a másik csatornámon lesznek a videók szombaton, azaz holnap, szombaton lesz videó a másik csatornán és szerdán. Szombat, szerda, második csatornás videó, ami annyit jelent, hogy szombat és szerdán nem lesz a fő csatornán videó, hanem a másik csatornán lesz videó, de a közösség funkcióban természetesen meg fogom osztani mindig a videót, szóval ott is megtaláljátok igazából. Szóval lesz, és a maradék, tehát egyértelmű, hogy a maradék napokon ott lesz a Clash Royale, meg Clash of Clans a fő csatornán. Lehet, hogy be fogok állni egy rendre, hogy melyik nap lesz a Clash of Clans. Ezt még nem tudom, nem tervezek igazából, az nagyon-nagyon kötött lenne, és szeretnék azért valamennyire kötetlen maradni, de szeretném megtartani a napi 7 videót. Remélem azért, hogy ennek örültök sokan, és remélem, hogy nem egy negatív döntésként éritek meg ezt tőlem, úgyhogy nyomassuk a másik csatornámat, én azt nagyon-nagyon szeretném folytatni, és tényleg elég nagy potenciált látok benne, és azt is látom, hogy ti is nagyon szerettek ezt a dolgot, szóval heti 5 videó a fő csatornán és 2 a másik csatornán, ezt egyezzétek meg, de kommentekben leírom, illetve a leírásban, hogy ez mi meg hogy lesz, és stb. Szóval az mindig ott lesz, és be fog kerülni valamilyen formában a leírásokba is, a videók leírásába is ez az egész dolog. Szóval ez lett volna az első dolog, amit szerettem volna mondani, a másik dolog, amire szeretnék mesélni, az egy picit más ettől. Először is, képzeljétek el, felvettek az egyetemre, amire jelentkeztem, nem első, tehát hogy az első helyre írtam be a BME mérnökinfót, másikra a BME üzemmérnök informatikust, a mérnökinfóra úgy gondoltam, hogy simán felvesztek, mert 370 volt a ponthatár, és nem volt túl sok, és minden évben csökkent, úgyhogy gondoltam, 370 pontom simán meg lett. 389 pontom lett, csak az történt, hogy felvették 395 pontra. Ponthatárt, ezt így a semmiből jött, 25 ponttal így megemelkedett az egész dolog,
Szóval én megszívtam, nem vettek fel, úgyhogy üzemmérnök informatikusra megyek, ami szintén nagyon király, ez egy idén induló képzés, szerintem nagyon jó lesz, én nagyon várom már, de ki, ezt megosztottam úgy Instagramon is, szóval ezt már valószínűleg sokan tudjátok, meg sokan is gratuláltatok, köszönöm szépen, nagyon jó lesz, szerintem, nagyon vaciláltam azon, hogy ezt írja a első helyre, kicsit könnyebb lesz, többet tudok videózni, kosarazni, streamelni, stb. Szóval ennek örülök, remélem, hogy jó lesz, és nem lesz annyira nehéz, mint amennyire mondják az emberek, mert az üzemmérnök informatikusra nem tud is sok mindent, azt a mérnök informra mondták, hogy felejtsd el a videózást ilyenek, amit azért nem szeretek nyilván. Szóval, igen, felvettek, és ezt igazából azért mondom el, mert lesz egy gólyatábor, meg lesz előtte sziget, először beszélünk a szigetről, mert arról szeretnék először beszélni, mert az előbb lesz. Szóval 8-ától 14-ig lesz igazából, és tehát 14-én hajnalba este, nem tudom, 4-5-ig fog tartani, talán 6-ig, nem tudom. Ott leszek végig, egész héten, szóval egész héten lesz a téma, 7 nap, kemény lesz, jó, az első pár nap az laza, meg csak azokra az előadókra megyek ki leginkább, amik érdekelnek, vagy hogyha valamilyen előadó, amit annyira nem bírok, de mégis jó bulit sem, vagy akármi, akkor kimegyünk haverokkal, meg ilyenek, úgyhogy ott leszek héten végig, 8-ától 14-ig, szóval ott, ha valami olyan embert láttok, aki hasonlít rám, az nagy rossz, hogy én leszek. Úgyhogy találkozhatunk, bulizhatunk, stb. És igazából ezt azért mondom el, mert így, tehát, hogy ezek a napok úgy fognak kinézni, hogy én elég sokat fogok aludni, mert elég sokáig fogok ott maradni, úgyhogy megpróbálok előre minden videót elkészíteni, de nem tudom, hogy ez hogyan fog kijönni, és ez mennyire fog sikerülni. Tudom, hogy még odébb van ez a dolog, de elkezdtem vezetésre járni, tehát, hogy most már a forgalmi vizsgára gyakorlok, tehát, hogy most már megvan a kressz, amit szintén megosztottam Instagramon, kövestek, vagy nem követjétek, stb. Szóval, hogy nyomom a vezetést is, meg mindenféle dolog van családdal kapcsolatban, mert segítenem kell, meg minden, úgyhogy kevesebb időm van, mint terveztem, de igyekszem minden videót megcsinálni, és hogy ezt a heti rendet tartani fogjam. És ami ugye ez azt is jelenti, hogy holnap már új videó látható a más csatornámon, valamint ma még fel fog kerülni egy ilyen tutorial videó igazából a Twitchhez, mint amit tegnap is készítettem, ami tegnap a klippelésről készült, a mai pedig a Twitch Prime-ról fog készülni. Ez egy informatív jellegű dolog, hogy mindenki tudja, és igazából a Twitch-en könnyebb legyen mindenki számára ez a dolog. Úgyhogy ennyi igazából. Úgyhogy holnap új videó a másik csatornámon, és sziget! Ezt így lezártuk, elég húzós lesz, viszont ami még húzósabb lesz, hogy 15-én hajnalban lesz vége az a szigetnek. És 15-én már indulok a gólyatáborba, ami 19-ig fog tartani, tehát ez megint egy kemény 5 nap, amire mindenki javasolja, hogy menjek el. És hát ha egyetemi gólyatáborok, hát szerintem nem kell sok mindent mondani róla, hogy mi fog ott történni igazából. Szóval az jó lesz, és 19-én megyek bulizni, mert érte, ha élni fogok még egyáltalán ezt a másfél hetes buli sessiont végignyomása után. Szóval én nagyon-nagyon várom már, igyekszem videókban maradni, és hogy legyen videó mindig, és hogy minden meglegyen, minden király legyen, stb. Úgyhogy igazából úgy nagyjából ennyi lett volna, amit el szerettem volna mondani számotokra. Remélem, hogy informatív volt, és mindent megtudtatok igazából. Ha bármi kérdésetek van, akkor azt nyugodtan tegyétek fel kommentben, és mindenféleképpen mondjátok el, hogy a másik csatornán milyen játékokat szeretnétek látni, mert picit bizonytalan vagyok, hogy a heti 2 videó azért az jóval több, mint ami eddig volt, és nem akarom azt, hogy csak PUBG legyen, vagy csak valami olyan, amit nem annyira szeretek, szóval írjátok le kommentekben, ha még nem vagytok feliratkozva a csatornára, mindenféleképpen tegyétek meg, ez Prévit Zsomac néven található meg, ott a link a leírásba, a csatornán ott a oldalt számítógépen, meg ott a csatornáknak ott van a telefonon is, de Prévit Zsomac beírjátok, megtaláljátok, valamint esetleg, ha nem tudnád, van egy harmadik csatornám is, a Vod Zsomac, nem, Zsomac volt, igen, ez a csatorna neve, ahogy a livestreamek töltődnek fel folyamatosan, szóval, hogyha lemaradtál a livestreamekről, ezt Twitch-en is meg lehet nézni, de sokan kértetek, hogy töltsem fel YouTube-ra, és én döntöttem úgy, hogy egy külön csatornát csinálok az egésznek, hogy minden jobb legyen, és ott van ez a harmadik csatornám, ahol csak a live-ok vannak feltöltve, és ezeket lehet ott megtalálni tulajdonképpen. Szóval, hogyha lemaradtál, akkor azt csekkold, arra is iratkozz fel, ha szeretnél, érdekel ez a dolog.
Úgyhogy ennyit szerettem volna most már tényleg mondani, remélem, hogy tetszett a videó, és mindenféleképpen érdekel a véleményetek, szóval írjátok kommentbe. A vélemények szerintem ennek sokan örülni fognak és sokan nem, de biztos vagyok, de nyugi, minden marad úgy, ahogy van, csak még több lesz tulajdonképpen. Szerintem Clash Royale-ből ez a heti tartalom, ez talán túl sok is, amit én csinálok, meg nem megtartható, mert a nézési szempontból, meg nem tudom, hogy mennyire érdekes heti hét Clash Royale videó ennyi idő után is. Úgyhogy szerintem ezt a döntést már meg kellett hoznom, úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. Véleményeteket kérem szépen a leírásba jelezzétek, ha tetszett ez a vidinyó, akkor csapass egy lájkot, és ha még nem vagy, iratkozz fel a csatornámra, mert mostanában nagyon sokan iratkoznak le a csatornámról, valószínűleg már nem tetszik neki, ami történik, de éppen ezért szeretnék változtatni, mert érzem, hogy valami szükség van, úgyhogy ennyi lettem volna mára, illetve a másik csatornámon lesz egy videó a Cispányról, de az más, ott csekkoljátok le, na, ennyi, mint akartam mondani, úgyhogy találkozunk legközelebb a következő videóban is. Sziasztok!